A megújult Dunakapu teret pásztázzák a szikrázó napsugarak. Mint ismeretes Győr megszépült terét már december óta használhatják a helyiek és persze a turisták, de a hivatalos átadás még várat magára. A felvételeken is jól látszik, még zajlanak a munkálatok, de a felújítás már a finishbe érkezett. Stábunk a győrieket kérdezte arról, hogy mit szólnak a Dunakapu térhez. Nagyon jó lett. Tetszik. Csak nagyon csúszik most az út. Hát most igen, de összesen... Már várom, hogy a piac is visszajöjjön. Igen. Amúgy nagyon jó lett. Annyival jobb, mint eddig volt. Tehát ez a lezárt kordonos kerítéses izé, hogy saját házunkat nem tudtuk megközelíteni 4 évig, hogy én most már mindennek örülök. Nekem tetszik, szerintem szép. Azok a lámpák kicsit furák, de egyébként szép. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a jobb időben ki fogtok azért ide jönni? Már most is kijövünk, állandóan itt bicikliznek a fiaim, úgyhogy most is itt vagyunk mindig. A gyerekek tehát kifejezetten élvezik a nagy teret, és persze a szülők is, hiszen kellemes látvány fogadja az ideérkezőket. Kutasiné Fülesi Katalin elmondása szerint a lépcsőkön nem könnyű két kisgyermekkel közlekedni, de szívesen jönnek ide. Nagyon jó, nagyon szép lett. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha jobb idő lesz, akkor ki fogtok ide jönni rendszeresen? Persze, mindenképpen. Mi nagyon szeretünk sétálni, úgyhogy szerintem igen. Nem vagyok győri, pár hónapja élek itt, és szerintem nagyon jól megcsinálták. A családoknak nyugodt és élményteli perceket szerezhet a Dunakapu tér, szemben a gördeszkásokkal, akik legfeljebb kézben vihetik a deszkájukat a placon, hiszen ennek a használata egy önkormányzati rendelet alapján szigorúan tilos.